Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit! Ez a Rádió a TV-ben projekt, ha nem nézheti, hallgassa! 12. perc Lipcsében járunk, és nagy az öröm! A hazai csapat ugyanis Marco Rose nagy örömére és természetesen a helyszínen helyet foglaló szurkolók ődrivalgása mellett Szoboszlai Domék szögletét Jaskó Gvardiol fejeli a kapuba úgy, hogy előtte Nkunku próbálkozását még bravúrral kiüti Courtois, azonban senki nem figyel Gvardiolra, meglepetés emberre, aki az utolsó pillanatban került a kezdőcsapatba, tehát Szoboszlai Dominik nagyszerűen ünnepli születésnapját, egy gólpassz, fél gólpassza nem éhez, de hát mondjuk azt, hogy az egész gólpassz, hiszen az ő szögletét követően az igaz, hogy még egy társ beleért, tehát adjuk ezt Dominiknak, ezt a gólpasszot. Ugyan nem játszik a Madridnál sem Benzema, a friss aranylabdás, sem Luka Modric, és hiányzik Ceballos, a spanyol válogatott, a dominikai középpályás Diaz és Valverde, az uruguayi gólszerző, aki az első meccsen szerezte a Madrid első találatát, amit 2-0-ra nyert. A Fehér Balett a Bernabeu-ban, a második találat már a ráadásban született, ezt Asensio szerezte. Hát meglepetés, mindjárt a 12. percben jöhetnek a madridiak, Militao adja haza, Courtois bal oldalról támadnának, Rodriguez vissza, Tchouaméni jött mélységbe hátra, Vinicius pörgetése, nem jó Camavinga, Kroos, Rüdiger egy remek háromszögezés, de csak a középpálya tengelyében Szoboszlai rontott ki rá Viniciusra, most pedig Camavingát üldözi. Egészen mélyen hátra kerül a labda, Tchouaméni, Rodrigo, csak a felező körben. Rodriguez, Asensio, Vázquez is följött a jobb oldalon, azonban ott Nkunku mellett nincs tovább, és Kylian Courtois, üres a kapu, be lehet emelni nagy szögből oldalhálók. Nkunku megszerezhette volna a Lipcse második találatát, óriásit hibáz a Madrid, ezt eladják a középpályán a labdát, Schlager indítja Nkunkut, Courtois teljesen fölöslegesen jön ki a 16-os csücskéről, azonban Nkunku csak az oldalállót találja el, marad az 1-0 a Lipcse javára. Hát nem kezd a legjobban. A Benzemát és Modricot nélkülöző Real Madrid már kettővel is vezethetnének Szoboszlaiék. Kroos egészen mélyen hátra, Rüdiger nem kaphatja, most Vinicius a bal oldalon. Schlager vált ki rá, és eladják. Haidara, újabb kombináció, Szoboszlai, remek passz oldalra. Forsberg, Nkunku várja, Szoboszlai a 16-oson belül, egyelőre nem kapja, vissza Schlagernek, Schlager, Haidara. Nagyszerűen adogatnak, Nkunku már a bal oldalon, egy jó beadás, és azt kivágja, méghozzá Rodriguez. Hát, illetve Militao volt az természetesen, nem Fernández, hanem Militao. A második szöglet, ezt most nem Szoboszlai végzi el, hiszen a túloldalról egy ballábas játékos, Schlager, Orbán Vili is megy fejelni, Silva, a brazil csatár, és jönnek a hátsó emberek is, Sinaká és Haidara, Nkunku. Haidara! Jött nagyszerű csavarás a 16-os csücskéről, Courtois bravúrja, Haidara egy mintaszerű nyesés a hosszú alsó sarokba, és most Courtois bravúrt mutat be, még jó, hogy egy 95 magas, ezt nem érte volna el alacsonyabb kapus. Hihetetlen nyomás alatt tartja a Real Madridot a Lipcse. Már a harmadik szöglet a 18. percben, és volt két zicser a gólon kívül is.
Hajdára vissza! Sina Khan! Sláger, sláger, Forsberg, Nkunku, és Nkunku kilövi a Winklit, a két kapufa is segít, 2-0 kérem. Courtois csak nézi, Szoboszlai öleli Nkunkut, 2-0-ra vezet a Lipcse. Hát nagy gond van, Carlo Ancelotti, Vázquez sem érti, óriási nyomás alatt a Real Madrid, és Nkunku minden mérgét bele tette ebbe, aztán egy táncon ünnepli, röviden végzik el ez az etetés, vissza egy kis passz be a 16-osba, Forsberg lövéssel lepattan pont Nkunku elé, Rüdiger és Militao csak nézi, szerencsével pattan, természetesen ez mázli volt, ahogy oda pattan Nkunku elé, Forsberg lövése, és Courtois semmit sem tud tenni. Mind a két kapufát érinti a ballábas löket, Nkunku 2-0-ra vezet a Lipcse. Courtois dühében a hálóba bombázza a Lostit, a második meccse a Bajnokok Ligájában Nkunkunak. Hát, gondban Ancelottiék. Egy pont kell a továbbjutáshoz a Madridnak. Hát most nagyon messze vannak. Egyébként a bajnokságot illetően a Lipcse 3-0-ról, 3-0-ás hátrányból állt fel Augsburgban. És így mentett pontot a meccs előtt. Ez az önbizalmuknak jót tett láthatóan. A Madrid simán verte a Sevillát, úgyhogy korábban az Elche otthonában is fölényesen nyert. Újabb jó indítás, megint Nkunku egyedül van egyelőre. Militao üldözi, és Fernández ezért kénytelen Nkunku hátrafelé cselezni. Sláger, Orbánig vissza. Adogatnak hátul a Lipcsék, aztán egy indítás Nkunkunak. Rosszul fejeli le Nkunku, Szoboszlai visszaszerzi, Szoboszlai. Kroos mellett egy testcsel, Szoboszlai passza slágeré, jön Sinakán, és éppen csak elcsúszik Silva előtt, ezúttal Courtois-nak szerencséje volt. Marad a 2-0, ezt pedig letaglózzák ott Tchouaménit, Silva volt a tettes szabadrúgás, Vázquez, Militao, Kroos, 30 méterre a saját kapujától a német játékszervező. Eddig nem sok sót evett meg, Toni Kroos sem. Kénytelen visszapasszolni Fernándeznek. Militao. Camavinga nyújtja meg, ez senkinek nem jó. Egy pillanatra kín volt Gladswich kapus, de hát ezt azért Tchouaméni sem gondolta komolyan, hogy a saját tér feléről át tudja ejteni Gulácsi Péter helyettesét, a fiatal német kapust, Blaszviket, aki most elvégzi a kiúgást. Raum kapja a bal oldalon, a Vinicius támadja, Raum egy keresztlabdával, Sinakán a jobbek kapja, már átviszi a felező vonalon. Rodrigo jön vele vissza, Vinicius is védekezik, Sláger, Orbán Vilihez kerül vissza a labda, aki kénytelen az őt támadó Kroosztól hátrafelé gurítani, nehogy Kroosba vezesse. Orbán, Sláger a jobb oldalon, Sláger, Szoboszlai válik le az emberéről, de nem ő kapja, hanem Nkunku. Hajdara, nagyszerű adogatás, már Sinakán, még ez is jó, most kapja Szoboszlai a jobb oldalon. Silva, Szoboszlai mellette, Szoboszlai már a 16-oson belül, belelép a cselbe Rüdiger és leszereli a magyar támadót. Visszaszerzi Hajdara, ügyes kényszerítő Szoboszlaival, Hajdara lövését blokkolja Rüdiger. A negyedik lipcsei szöglet következik, és ez a jobb oldalról az első sarokrúgás Szoboszlai gólpasszát hozta, amikor is Guardiol volt eredményes a horvát. Na nézzük Szoboszlai második szöglete, hogy sikerül. 23. perc, Lipcse Madrid 2-0, nagy meglepetésre. Orbán Vili is ott tólálkodik, 11-es pont környékén, és öt kereste Szoboszlai.
Orbán fejesen mellé megy, mutatja, hogy még Rüdiger beleért. Marco Rose is szögletet várt volna, de határozottan mutatják az olaszok, hogy nem. Közben a gólokat ismétlik Guardiol, és Ethan Koukou hatalmas kapufás gól, szegény Courtois hozzá sem tudott szagolni. Ancelotti magyaráz nagy vehemenciával, Kamavinga, sláger, vissza egészen mélyen hátra Tchouaméni-ig. Tchouaméni most viszi át a felező vonalon, Vázquez tűnik fel a jobb oldalon, Raum vele szemben. Kroos. És kénytelen hátrafelé cselezni, Asensio is, Vinicius, Fernándezig vissza, Kroos. Át a jobb oldalra, Vázquez teljesen üresen, most ront ki Raum. Ezért Vázquez kénytelen hátrafordulni, egészen Militaoig. Kroos kéri el a felező vonalnál, Camavinga oldalra. Tchouaméni. Rüdiger jött föl, Kroos. Rüdiger egészen Vinicius mellett csatárt játszik, most vonul vissza, Vinicius sarokkal tovább, nem jut el Rodrigóig, Orbán szerel, megint a madridiak támadnak bal oldalról. Vinicius Kroos-hoz vissza, Szoboszlai támadja, Kroos, Szoboszlai, Kroos, Kamavingát találja meg a bal oldalon. Fernández, most egy picit tanácstalan a Madrid, nagyszerűen oszlották el az embereket. Ott Szoboszlaiék, Orbán, Vinicius mellett, Kroos, Camavinga, most lép vissza Rodrigo, Vinicius kapja a 16-oson belül, Vinicius lefordul, és Szoboszlai gyötörte, ezért Vinicius éles szögbe került, és nem tudta már kapu felé irányítani, jó 2 méterrel éles szögből mellé. 7 lövés a Lipcsei oldalon, csak 2 a madridiaknál, és még nem találták el a kaput a vendégek. A Lipcse már 4-szer, és abból 2 gól született. Gondban Vlasovic kapus! Nem is tudják megoldani, aztán Raum viszi át már a felező vonalon, végül is Vlasovic ki tudta emelni. Szorongatott helyzetből, Nkunku a bal oldalon, Nkunku. Militao röviden, sláger gyűjti be, Szoboszlai kérjel. Finom passz Hajdarának, sláger, Hajdará, Sinakán. Sinakán már a 16-os közelében, Sinakán, Nkunku, nagyszerű kényszerítőzés, Sinakán a 16-oson belül átemel a túloldalra, és Szoboszlai várta volna. Kifejeli előle, Lucas Vázquez, újabb szöglet. 4-5 körömpasszal egészen gólhelyzetig jutottak, az utolsó passz nem jut el a teljesen üresen álló Szoboszlaihoz, a túloldalra Lucas Vázquez szerel szögletre, az 5. szöglet, és most ott maradt azon az oldalon Dominik, és ő végzi el a bal oldalról jobbal, valószínűleg kapu felé fogja tekerni. Orbán, Willi, Rüdiger, Gyötri és Orbán majdnem labdához fért vissza Szoboszlai. Ez a beadása nem jó, de marad a labda Lipcsénél, röviden szabadít fel a Madrid. Nkunku egy külsővel beadott csavart labda, nem jut el, Militao fejeli ki, Szoboszlai ügyesen fejeli, mert sláger bújik ki 2 madridi között. De nem tudja már irányítani, Militao mellett kapu felé a 27. percben. Megint megmutatta a Lipcse Forsberggel az élen, Forsberg fordult be. És itt Militao talán hozzáért, azonban nem adnak szögletet. Tchouaméni, Camavinga, Lucas Vázquez, Militaoig hátra, Silva támadja, majd elcsúszik, Camavinga jön labdáért, de csak a kezdőkörben, vissza Rüdigerhez a bal oldalra, Rüdiger tovább itt Kroos-hoz, Kroos, Fernández jött fel a bal hátvéd, Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, kitérő keresztlabda, teljesen üres a jobb oldalon, Vázquez, most lont ki rá, Raum és Lager, majd Forsberg is hátra jön védekezni, végül is aztán Forsberg tereli ki, bedobás a Madrid javára, a szögletzászlótól 2 méterre.
Militao, hagyja Vázqueznak. Vázquez, Militao. Ügyessel a jobb oldalon a szöglet zászlónál, azonban jön Schlager és tisztáz Raúl Gyatri Asensiót, Schlager pedig Rodrigo mellett sinekán Vinicius törzi. Kroos kénytelen visszapasszolni, egészen mélyen hátra Rüdigerez. Most kapja vissza Kroos, de csak a felező körben. Ügyes labda oldalra, Vázquez, Kamavinga elől tisztáznak a német védők, de röviden. Raum, Szoboszlai jön vissza, Szoboszlai ügyes csel ki balra. Még mindig nem szabadul fel a Lipcsei kapus, kénytelenek bevonni a passzolgatásba Plasvik kapust is. Schlager nagyszerűen támad le pressinggel a Madrid. Végül is kiemelik Forsberghez, és most teljesen üres Sinakán. Sinakán jön a jobb oldalon, Sinakán, és Nkunkut próbálta meg kiugratni, Fernández lefüleli azonban, és már is a bal oldalon jön Vinicius, Vinicius, Kroos segít, Kroos kitűnően tálal a jobb oldalra, Tchouaméni, Kamavinga, Kamavinga Forsberggel szemben, Vinicius jön vissza, Rodrigo, Rodrigo megvárja Lucas Vázquez, ketten adogatnak, Rodrigo indul meg a kapu felé. Tchouaméni, Tchouaméni megvárja, amíg följön Fernández a bal oldalon. De itt már álló háború folyik, mert a Lipcse teljes mértékben visszarendeződött. Kroos keresztlabdája megtalálja Vázquezt a jobb oldalon, Vázquez cselei, Vázquez beadása, Orbán fejjel, de csak röviden, most Hajdara, Szoboszlai, és végül is Forsberg vágja ki, Rüdiger veszi le mellel, de már a saját térfelén. Egyelőre nem tud zicserbe kerülni a Madrid. Kroos. Kroos a felező vonalat átlépi. A Vinicius kapja a bal oldalon. Vinicius kijut egy ki, oszt egy kötényt Schlagernek. Majd egy nagyszerű keresztlabda. Megint Lucas Vázquez a jobb oldalon. Lucas Vázquez, Asensio. Egészen mélyen vissza Militao. Forsberg, Gyötrír, Szoboszlai. Szintén pressinggel Szoboszlai most az előretolt csatárposztján Nkunkuval együtt a felezőkörben. Nkunku mellett továbbít Kroos, Kamavinga, Fernández most a bal oldalon szövik a támadást. Rodrigo lép vissza. Tchouaméni, Kroos, tisztes távolban Blaszvik kapujától. Kamavinga, ő sem tud mit kezdeni azzal, hogy indítson, eladják, Szoboszlai nagyszerűen védekezik. Fernándezzel szemben 31. perc, Lipcse Madrid 2-0. Guardiol és Nkunku a két gólszerző, és ugye Nkunku még egy üres kapus zicsert is az oldalhálóba vágott, igaz, hogy éles szögből, akár 3 góllal is vezethetne már a Lipcse. Most azonban a madridiak támadnak, de csak Rüdiger nél van hátul a labda, aki kénytelen visszapasszolni Courtois-nak. Courtois, Kroos kapja. Kroos, Kamavinga kéri, a Szoboszlai üldözi, Silva is gyötri, Szoboszlai mellett tovább. Schlager, Schlager erélyesen belép, és majdnem labdát szerez Tchouaménival szemben. Bedobás a madridiak javára, Kroos kezében labda, Kroos. Tchouaménit nem lehet megjátszani, mert Silva gyötri, ott lieg a nyakán, Szoboszlai pedig Vinicius törzi. Kamavinga megszabadul az őrzőjétől egy pillanatra, aztán Lucas Vázquez csak ijeszget. Vissza, Militao, Kamavinga, Schlager és Hajdara között tovább. Asensio, nagyszerű passz, Kamavinga már a 16-oson belül, és ott Rodrigo elől még mindig nem szabadul fel a Lipcsei kapu, csak most. Orbán Vili tisztázott a brazilok elől, a Lipcse megbízható magyarja, ezúttal bedobás, de nem lett belőle gólhelyzet, Orbánnak köszönhető, belép Orbán Vili határozottan, és kétszer is, először Kamavinga, majd Rodrigo elől szerel, ráadásul úgy, hogy Rodrigóról pattan ki a labda, így aztán jobbról, az alapvonaltól mintegy 10 méterre Sinakán dobhatja be, Fernández bólintja vissza, 10 méterrel előrébb újabb lipcsei bedobás, ezúttal Szoboszlai Dominik kezében a labda, inkább visszadobja Hajdarának, Sinakán
Kiriel, Schlager, Sinakán. Kénytelen visszafelé fordulni. Raum, most ő az utolsó, mivel Orbán Vili előre merészkedett. Raum, a Sinakának egy keresztlabdát emel a jobb oldalra. Orbán Vili már vissza lépett a saját helyére. Raumos továbbít a bal oldalra. Forsberg nem játszható meg, Asensio mellett tovább Raum. Raum Schlagert próbálja megjátszani, azonban visszafordul. Megint a bal oldal, Schlager. Forsberg a felező vonalnál, de kénytelen visszafordulni a Lipcse. Egészen Blaszvik kapusig hátra. Most egy jó előre passz, Hajdará, Nkunku. Forsberg tovább, Schlager. A jobb oldalon üres Sinakán, most jön vele vissza Vinicius. Forsberg, inkább hátra Orbán Vilihez, ez a biztos, hiszen kettő góllal vezet a Lipcse, hova siessen. Próbálják kicsalogatni a madridiakat, ez részben sikerül is. Raum vissza, Schlager, Haidara térül fordul, aztán Tchouaméni mellett tovább. Raum megy a bal oldalon, Raum. Forsberg elengedi, átlépi Nkunkuére, nem számít. Pedig ha számított volna, akkor akár gólhelyzet is kialakulhatna a madridi kapu előtt. Most már előre ívelik, nagyszerűen válik le Rodrigo. A Vinicius egyedül törhet kapura. Vinicius! Mit védett Blaszvík? Óriási bravúr, rövid felsőt célozta meg a brazil. Rodrigo! És egy boxolás a rövid felsőbe tartó labdát a két brazil most három védővel szemben. Orbán is lemaradt erről. Már jön a szöglet, kifejeli azonban Orbán Vili. Az túloldalon begyűjti Asensio. 35. perc. Asensio! Raum csúsztat. Szerencsére kapu fölé. Rüdiger jön természetesen fejelni a megtermett színesbőrű német védő. Többszörös válogatott. Kamavinga, Kroos, röviden játszák meg a szögletet. Kroos átíveli Asensiónak, de a 16-oson kívül Asensio kénytelen hátralépni, mert Szoboszlaiék jól támadják le. Kroos a bal oldalon most Vinicius meghúzza, azonban Silva becsülettel visszazár. És csak szöglet lesz ebből a madridi támadásból. Ezt most Vinicius végezné el, aztán hagyja Vinicius a mesternek. Kroos jön oda. Az ötödik madridi szöglet, kettő gólos hátrányban a fehér balett. Na nézzük a királyi gárda, mit teszel ki most? Kroos beíveli a rövid saroknál, Blaszvik boxol. Kamavinga gyűjti be, mint egy 30 méterre a kaputól. Visszaível a feladónak, Kroos leellett finoman tovább. Vinicius már a 16-oson belül járna, most jön Haidara, belép és szereli a Viniciust, marad a labda a madridiaknál, 36. perc, 2-0-ra vezet a Lipcse, újabb szöglet, megint természetesen Toni Kroos, ezúttal a hosszú oldalon keresné Rüdigert, lepattan a labda, Rodrigo kapásból, nem is Rodrigo, hanem Camavinga volt az, megint Blaszvik reflexzel kiboxolja. Igen, itt jön, lepattan a labda, és fordulásból 14 méterről, éles szögből. A hatodik madridi szöglet, Rüdiger elől kifejeli Silva. Most vágja ki ilyen Nkunku egészen, majdnem Courtois-ig hátra, Vázquez gyűjti be, és kénytelen hazagurítani Courtois-nak, mert hogy letámadta őt Silva. Tchouaméni, Camavinga, Kroos. Röviden passzol Rodrigónak, letámad Forsberg, azonban kézzel szerel a svéd. Mutatja az éles szemű olasz Daniele Orsato, de eddig kitűnően vezeti a meccset, észre sem venni a találkozón, hogy van bíró, annyira jó a meccs. Ilyen balszerencsés volt Forsberg, mert ahogy visszanyúlt Kroos reflexből, a könyökére pattam Forsbergnek. Szabadrúgás, már elvégezték a madridiak, át a túloldalra Forsberg. Camavinga ível, Rodrigo és Vinicius a 16-oson belül, de ott van Sinakán is és Orbán is. Tisztáznak a németek.
Haidará, Forsberg, csak a felezővonalnál. Két madridival szemben Forsberg, és most ki volt a szabálytalanabb, Daniele Orsato mutatja Forsbergnek, de hát ő visszalökött, Forsberg megmutatja, hogy előbb őt fogták Satóba, a madridiak, Asensio és Kroos, aztán valójában igazából a bírónak, mert Forsberg nagyot taszít Kroson, a jogos a szabadrúgása a madridiak javára. 39. perc. Végül is fölülbírálja aztán magát először a madridiak javára ítél az olasz, aztán visszamondja, mert konzultált az asszisztenssel, aki közelebb állt az esethez, így aztán szabadrúgást végezhetnek el a lipcseiek. Szoboszlai, Sinakán, Szoboszlai most átment tartósabban a bal oldalra. Forsberg nem volt szabálytalan, most kapja Szoboszlai, Szoboszlai Kécsel után tovább Schlagernek. Haidara, Sinakán. Tömörülnek a madridi védők, középen nincs átjáró, ezért kénytelen visszapasszolni Sinakán Orbán, az Orbán felé veri Raum, Nkunku lép vissza, Nkunku. Kamavinga és Asensio gyötri, ezért Kunku megtartja a labdát, szépen terelgeti a bőrt, aztán Schlagerrel kipasszolják. Ott Lucas Vázquez, Raum, Schlager, Raum. A bal oldalon adogatnak, nem tudnak labdát csenni a madridiak. Mélyen hátra egészen Blaszvich kapusig, most támadná le Vinicius. Orbán, Rodrigo mellett tovább, Sinakán. Fernández támadja Sinakánt. Silva lép vissza és jól tartja meg, de Forsbergnek már hosszú. Tchouaméni adja haza. Courtois, lemarad egy madridi, ápolni kell. Itt Camavinga maradt lent, meg is állítja az olasz játékvezető a meccset. Nem bántották egyébként. A Rodrigo az, vagy nem, Rüdiger, igen, Rüdiger. Egy pillanatban sok színes bőrű közül nem tudtam, hogy melyik az, mert hát ugye, ha nem látni a számot, hasonló termetűek, de hát Rüdigert illet volna felismernem a hajpántjáról. Rüdiger kiosztja a bírót, miért nem ad sárgát, aztán Orsato nyugtatgatja a német válogatottat, a madridiak hármasát, hogy láttak mindent, nem volt ez olyan veszélyes, a Lipcse visszaadja a labdát, hiszen a madridiak rúgták ki, hogy lehessen ápolni a Rüdigert. 5 perc van hátra az első félidőből. Lipcse, Real Madrid 2-0. Camavinga lép vissza, Camavinga. Tchouaméni, Kroos. Most lódul meg a német szervező középpályás, de Forsberg észreveszi a szándékát, és kitűnően indítja Nkunkut. Nkunku, most jön Szoboszlai, és egy gólhelyzet. Dominik kapásból, 17 méterről, Courtois ölébe vágja a gólhelyzetet. Ha sarkot talál Dominik, akkor vár 3-0. De gólhelyzetbe került, most mondom, egy 10 perce már tartósan a bal oldalra ment át Dominik, még jobbról kezdett. Ott van Nkunku mögött játszik, és itt Nkunku nagyszerűen játszotta meg Forsberggel. Dominik jött 17-ről, kapásból, Courtois ölébe, most megint Szoboszlai a bal oldalon. Schlagernek egy visszapassz, Forsberg, Schlager egészen hátra, Raumig, sehová nem kell sietnie a Lipcsének. Szoboszlai is bekapcsolódik a passzolgatásba, jegelik a labdát, már-már idegesítően magabiztos labdatartás egészen eddig. Silva esik el, de nem bántja őt. Militao. Asensio bokából tovább. Kroos. És most csatlakozik a bal oldalon Fernández. Vinicius lép vissza. Asensio bokából tovább. Fernández a bal oldalon álló háború. Most leválik Vinicius. Üldözi őt Sinakán, ügyessel Viniciustól. A túloldalon jönnek, Vázquez, ott van Raum is, Vázquez visszaszerzi, Camavinga, a lövő helyzet, Vinicius,
és ez Blaszvic zsákmányon, ez 17 méterről lapos lövés, nem volt benne sok erő, így aztán könnyedén hárít a német kapus. Schlager veszekszik egy sort, hogy szerinte Vázquez ott eltaszította Raumot, és ebből alakult ki a gólhelyzet. Miért engedte el, miért nézte ezt el az olasz bíró? Schlager dühös, de most már megnyugodott és elkéri a labdát a bal oldalon. Szoboszlainak nem jó. A Lucas Vázquez hátrafelé kénytelen, mert Szoboszlai meg támadja. Sőt, egészen Courtois-ig. Rüdiger. Na Rüdiger, Kamavinga kéri el, Tchouaméni, Kamavinga, Kamavinga lerázza Forsberget, Forsberg nem hagyja annyiban, Kamavinga kénytelen kiemelni a bal oldalra, a Vinicius, még megtartja az oldalvonalnál, Rodrigo, Tchouaméni, Tchouaméni, Militao is feljön, Militao kiosztja Vázqueznak, Asensio tör be a 16-osba, Asensio, és egy gól, 2-1! Ezt már nem lehetett védeni. Blaszvik dühös, hiszen egy perc van hátra, szépít a Madrid. Vázquez, Asensio érdeme elsősorban. Vázqueztől kap egy körömpaszt a 16-osnál. Könnyedén betör Raúl mellett, mintaszerűen elmer Rodrigóhoz. Itt nézzük még az ismétlést, itt jön Militao, Vázquez. Asensio tör be, Raum lemarad, Vinicius a kapufát érintve 14 méterről egy védhetetlen fejes. Lipcse Madrid a 44. percben egy látványos Vinicius fejessel 2-1. Blaszvik megőrül, hiszen ugye két német védőt is faképnél hagytak ott, Asensio és Vázquez. Nem tudta védeni ezt a fejest, pontos a brazil, a harmadik gólja a Bajnokok Ligájában idén, az 5. meccsen. Egészen mélyen hátra kerül a labda, a Rüdiger megint, a Rüdiger. Militao, és kérem szépen egyetlen egy másodpercet sem hosszabbít az olasz bíró, az első félidő után tehát Lipcse Real Madrid 2-1, Guardiol Nkunku és Vinicius góljaival. Folytatás 15 perc múlva.